nekünk az a feladat jut, hogy fölkészítsük a fiatalokat arra, hogy utána adótudatosak legyenek éppen, vagy pedig hát a saját pénzügyeikkel is tudatosan bánjanak. Nagyon sokrétű ez a feladat. De van egy eszköz a kezünkben. Azért a szakképzés képviselője áll most itt önök előtt, mert nekünk adatott meg az a lehetőség, hogy van egy önálló tantárgyunk. Ez egy nagy dolog. Ez eddig nem volt, és nagyon úgy néz ki, hogy a közeljövőben csak darabolva kerül majd a többi képzési programba a pénzügyi tudatosság. Nálunk ez önálló tantárgy. Persze lehetne ennél sokkal jobb helyzet is, heti egy órás ez a tantárgy egy év folyamon. Tehát nyilván van hova fejlődni, de legalább van. Hogy miért fontos ez a szakképzésnek, miért fontos a mi tanulóinknak, erről szeretnék egy rövid előadást tartani. Azt gondoljuk, hogy ez egy létjogosult tantárgy. Tehát itt egy olyan társadalmi igénnyel állunk szembe, amire válaszokat kell adni az oktatási rendszernek. Ha szakképzésről beszélünk, akkor nyilván foglalkoznunk kell azzal, hogy milyen életutak állnak a fiatalok előtt. Ha már szakképzés, akkor nagyon szeretnénk, hogy sokan vállalkozzanak. Az ország érdeke, hogy minél több fiatal vállalkozó legyen. Nálunk sajnos ez a szám nagyon alacsony. Sokféle kutatás van, amit idézhetnénk. Én most egy KSH elemzést hoztam. Azt látják, hogy azok, akik vállalkozók, illetve nem alkalmazottak itt a kutatás szerint, elégedettebbek. Ez egy jobb életút, egy boldogabb életút a statisztika szerint. Azt gondoljuk amúgy, hogy lehet az, ha fölkészült valaki. Ehhez az iskola sokat segíthet. Szeretnénk segíteni. Munkaerőpiaci igény, a második lépés, ami szerint ugyancsak helye van ennek a tantárnak a képzési programban. Ha már munkaerőpiaci igény, már pedig a szakképzésben az, hiszen mi nekünk olyan kimeneteleink vannak, ahol igenis lehetőség a vállalkozás, akkor egész biztos, hogy nálunk ez egy kötelező tartalom. Ezért is került a szakgimnáziumokba egységesen ez a tantárgy, néven nevezve a tantervbe. Nézzük meg egy kicsit a vállalkozási hajlandóságot. Nem nagyon gondolnak a mi fiataljaink arra, hogy vállalkozóként szeretnék kezdeni, vagy folytatni az életüket. Majd 80% nem biztos, hogy szívesen dolgozna önállóan. Ez nem jó, ezen szeretnénk változtatni. 10. évfolyamon tanítjuk, ez számos dilemmát fölvet. Lehetne később is talán, de nyilván tanterv szerkesztési feladatok is, illetve megfontolások is szerepet játszanak. Emiatt úgy láttuk jónak, hogy a 10. évfolyamon már elég érett a fiatal arra, hogy ezt befogadja, de talán még nem esik annyira szét a tanterv ez a heti egy óra miatt, hogy esetleg később negatívan befolyásolja a kimeneteli vizsgákra való felkészülést. Nyilván mi is azt gondoljuk, mint ahogy majd később a többi tantervben is megjelenik, hogy sok-sok kapcsolódási pont van. Tehát nem szeretnénk elszigetelten kezelni. Most például van egy remek kezdeményezés, a pénzirányító alapítványnak van egy matematika programja, ami pénzügyi matek. Ez egy rendkívül izgalmas dolog. A felsőoktatásba járók tudják, hogy ez egy szívhez szóló tantárgy, és általában aki ezen túljut, az úgy többé-kevésbé elvégzi a közgazdász képzést. Na most a középiskolában is van helye ennek. Tehát azt gondoljuk, hogy a százalék számítást tanítunk, akkor azt gondolják a fiataljaink, hogy ugyan már minek ez. Viszont ha mondjuk kamat számításról beszélünk, akkor utána hazamennek, és talán a családba is beszédtéma lesz, hogy hát én tanultam ma valamit az iskolában, amit tudok hasznosítani holnap. Ez egy fontos szempont, és a tartalom meghatározásán is fontos szempont volt nekünk, hogy tényleg használható tudás legyen. Pénzügyi és vállalkozási ismeretek van a tantárgyban. Amúgy nagyon hasonló ez a tematika, mint amit amúgy elképzelünk a pénzügyi és vállalkozási ismeretekről, akár a felsőoktatási képzési tartalmak alapján, természetesen középiskolás nyelven. Azt gondoljuk, hogy akkor van értelme, hogyha a korosztályhoz illeszkedik a tananyag, hogyha nem, akkor gyakorlatilag érdektelenségbe fullad a tanóra. Sok olyan eleme van, ami klasszikus, tehát háztartásról, államról, pénzpiacról, vagy éppen a vállalkozási ismereteknél nyilván valami kis üzleti tervezés az, ami érdeklődésre tarthat számot. Nem egyszerű egy új tantárgyat bevezetni,
Még akkor sem, hogyha a szakképzésben dolgozó kollégák nagyon nyitottak. Ugye nálunk azért elég gyorsan változik a tananyagtartalom, pláne a közgazdasági szakképzésben, de nyilván nem csak a közgazdasági szakképzésben tanítók szembesülnek ezzel az új tantárgyal, hiszen az teljes szakképzés részese ennek a programnak, és mindenhol tanítjuk. Tehát olyan kollégákat is fel kellett készíteni ennek a tárgynak az oktatására, akik esetleg nem közgazdászok, vagy nem közgazdász tanárok. Tehát mindenképpen kellett egy tanár továbbképzést szerveznünk, ez a 16-os, 17-es tanévben egy pilot keretében indult el, és tényleg elég alaposan egy jól összeállított tanár továbbképzési programmal álltunk a kollégák elé. Nem volt gond a bevezetéssel, nem jöttek olyan visszajelzések, hogy úgy érezte valaki, hogy egyedül hagytuk a katedrán, és oda lökve, és akkor holnaptól itt egy új tantárgy, és csináljatok vele valamit. Azt gondoljuk, hogy nagyon sokan részt vettek a képzéseken, és úgy tűnik, hogy sikeresek, és örömmel tanítják. Persze a képzésekre most is lehetőség van jelentkezni, tehát akik újonnan bekapcsolódók, azok nem záródtak ki a lehetőségből. Most már a második éve folyik a tantárgy oktatása, és hát egész jó tapasztalataink vannak. De az első évben egy bemeneti és egy kimeneti méréssel mértük, hogy egyáltalán a tantárgy mennyire lesz hasznos az ismeretátadás tekintetében. Most jött el az ideje, hogy tervezzük a következőt, hogy vajon a rendes üzem alatt is olyan hatékony-e, mint ahogy az elején láttuk. Nagy szám az, aki érintett ebbe, több mint 700 osztály tanulja ezt, és kb. 500 tanár tanítja minden évben. Tehát ez egy tétel azért az oktatási ágazatban. Szerintünk népszerű, abszolút praktikusak az ismeretek, amiket tanítunk. Tényleg, ha hazamegy valaki, akkor tud olyan családi témákba, vagy pénzügyi témákba okosat mondani, amire amúgy biztos, hogy a nagyszülők, szülők, testvérek is felfigyelnek. Azt gondoljuk, hogy ez az alapja, hogy egy heti egy órás tárgyat tényleg hatékonyan tudjunk tanítani. Általában személyesen érintettek a fiataljaink, tehát hitelekkel találkoztak, vagy akár már bankkártyájuk van, bankszámlát nyitottak, vagy ne adja Isten vállalkozást terveznek, ha már magasabb évfolyamon tanulnak. Tehát a személyes érintettség az biztos, hogy van. Ráadásul nagyon sok tematikus gazdasági esemény is kapcsolódik, sőt a tananyag direkt kapcsolja is. Van egy remek könyv hozzá, tehát jó tananyagtámogatás. Úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg életszerű az, amit hallgatnak ezen az órán. És egy modern módszertan, ami kiegészíti, ezt szeretném megköszönni a kollégáimnak is, hogy ebbe partnerek. Egy iskolavezető mindig megragadja annak a lehetőségét, hogy egy-egy ilyen projektből az iskoláját modernizálja is. Mi is ezt tesszük. Ugye egy olyan tantárgy, aminek nincs múltja, az kiválóan alkalmas arra, hogy új módszereket alkalmazzunk. Ahol már sok évtizedes vagy évszázados múlt van, ott nehezebb kilépni abból a kerékvágásból, még egy frontális oktatási módszerből, amit mi nagyon leszeretnénk cserélni, és itt azért van tér és van fogadókészség. Olyan várható eredményeink vannak, amik a piac számára fontosak. Tehát azt mondjuk, hogy az új szakképzési stratégiában a szakképzés kereslet vezérelt, akkor bizony helye van ezeknek az ismereteknek. Szeretnénk több vállalkozót látni a fiataljaink körében. Kevesebb pálya elhagyót. Ugye nekünk az elég nagy fájdalom, hogyha sok pénzt költünk az 5 éves szakképzési periódus alatt, és utána nem ebben a kitanult szakmában, vagy ennek a szakmának a szakirányú felsőoktatás továbbvitelével helyezkednek el. Úgyhogy javulást szeretnénk ezen a téren. Egy gyors statisztika megint kitekintésnek, hogy Magyarországon azért alacsony az egyszemélyes kisvállalkozások aránya. Tehát ilyen 5% körüli az uniós átlag jóval nagyobb ennél. Ez sok kutatásban megjelenik, szinte mindenhol ezt kapjuk vissza. Tehát van helye ezen dolgozni, és azt gondolom, hogy igenis egy középiskola az tehet ez ügyben sokat. Köszönöm szépen a figyelmet!
reméljük, hogy az itt ülők is partnerek ebben, és népszerűsítik a tantárgyat, meg egyáltalán a pénzügyi és vállalkozási ismereteket, és segítik a mi munkánkat, és kedvet csinálnak a fiataloknak ahhoz, hogy nagy örömmel tanulják nálunk ezeket az ismereteket. Köszönöm szépen!